megérkezett Rászberg is. A közösség elképesztő. Tök egy korosztály, ugye 33 éves Cross és 32 Espinal. És ugye csak azért is hallgatom nagyon, mert Nathan Espinal egyértelműen az a játékos, akire ez óriási hatással van, és lehet látni, tehát ez... Abszolút, hát mondjuk ez egy nagyon jó muzsika egyébként alapból is, nagyon nagy választás. Raynek is tetszik. Igen. Na, de ettől függetlenül persze komoly tétje van, 96-ot átlagol ebben a szezonban Nathan Espinal, az egész jó. Igen, elviselhető. És az egész család itt volt, láttuk a bevonulásnál, itt vannak a lányai, felesége. Igen, sokszor nehéz megállapítani, hogy melyikőjük a lánya és melyikőjük a felesége. Egyébként nagyon durva, igen. Hogy nagyon fiatalon lett apuka, legalábbis ez, tehát szerintem a kislánya mennyi, 13-14 éves lehet, tehát szerintem igen, 20 éves korában már édesapa volt. Így van, így van. Ugye ebben az évben a World Match Play után költöztek az új házukba, egy nagyon szép házat vásárolt. Ő elég aktív egyébként a közösségi oldalon. Tudta azt, hogy mit, hogy kell elszámolni, mert könyvelő, úgyhogy nagyon ügyes volt benne, biztos, hogy... Vagy mit, hogy nem. Hogy mi... Igen, ki tudja. Nagyon fontos szakma. Igen. 58. És még mindig éneklik a dalát. Nem, most csak, hát már mint, hogy őt éltetik, igen. Most csak simán. Most a Van der Voortos bevonuló zenét éneklik Espinalra. De igen, éltetik. Hát egy nagyon népszerű játékos. Espinal, nem is csodálom egyébként egy... Egyébként a legnépszerűbbek azok, akiknek a legintenzívebb kapcsolatuk van szerintem a színpadról a nézőtérrel. Igen, és ez abszolút. Nyilván egyikből következik a másik. Százas. Ezért szeretek például rengetegen Benito van de Paszt. Igen. Megvan az 57. Kétszer és a bull! Meg kell ágyazni ennek a 9-nyilasnak. 25. Nem lett volna gyenge kezdés. Közben annyira bedumáltam magamnak, hogy tényleg azt nézem, hogy mennyi az idő, hogy mikor jön a 9 színas, mint hogyha felvételről nézni. A következő legbe azért kéne már. Nem, ott az még korai. Igen. Ja, hogy majd csak félkor kezdi el. Jó, oké. Okay. Meg nem tudja, hogy magyar idő szerint vagyunk. Ja, na ez az. 9 jó, dupla 8. Vezet Cross. Oldja. Azt nem biztos, hogy ki tudjuk várni, hogy ő 23-30-kor helyi idő szerint dobjon egy 9-nyilaszt. Meglátjuk. Lehet, hogy a meccs. Hát a meccs az biztosan nem tart addig. Hát azért mondtam, hogy azt nem várjuk ki. Gyanítom. Közben jött itt olyan kérdés, hogy van-e olyan statisztika, ami a kiszállózásnak a rekordja százalékban. Hát erre olyan nagyon nagy statisztikai mutató nem kell. Volt egy jó pár meccs, ahol 100%-a kiszálloztak játékosok. Erre egyébként a leg... Na most éneklik. Szóval volt ebből talán a legékesebb példa egyébként Ricardo Pitreckónak a... Azt hiszem a jénai az utolsó European Tour verseny idén, ahol úgy nyerte meg a döntőt, hogy 8-ból 8 volt a kiszállója, tehát 100%. Hát ez a rekord, ennél jobbat nem lehet dobni. Több ilyen, azt hiszem Whitlocknak volt még olyan meccs, ahol 7-ből 7-et dobott. Úgyhogy vannak ilyenek, amikor 100%-kal kiszállózik egy játékos. De erről külön így nagyon nem vezetnek statisztikát. Nem túl a célos első pályás játék Espináltól, de Cross csak a tripla 20-ra tud már lejönni. Az viszont megvan. Folyamatosan a dalát éneklik Espinalnek, úgyhogy Fülöp Ádámtól elnézést, akit megfosztottunk az élménytől, hogy a bevonulás után végig tudja hallgatni azt, ahogyan a közönség énekel. Nincs meg a 170, hogy nem tud lejönni 32-re Espinal. Remélem Cross tudja azt, hogy nem a
170-ről kell kiszállni 11:30-kor. Hát az se baj. Azt se tudja. Vagy akkor tudja. 72 marad. Egyenlíthet Espinel. Megvan, dupla 16. Dupla 8. Az is, 1-1. Na és akkor 23 óra, 29 perc van. Most eldől. Rokrosz kezd. Eddig jó, 1. Eddig jó. 2. 180! Jó kezdés. Eddig terv szerint haladunk. Abszolút. Második 5 éves terv jól indul. A harmada megvan. És még mindig csak 29 van, tehát hogy azt 30-kor kell befejezni. Ajjajjajjajjaj. Borult minden. Borult minden. Lesz egy 10 jelenlő. F-társak, meghamisítjuk a jelentést, F-társak, semmi gond. Jaj. Írjuk be, hogy megdobta. Jó, de ezt meg lehet adni 10 nyilasnak is. Meg, abszolút. Főleg, ha most dob egy 171-et például. Nem, de azt nem dob. Azért még egy 11 nyilas lehet belőle. ...134 ponton Nathan Espinel. ...18-as. Nem, maradt ott, bátor. Dupla 4, a 12. nyíl. Ott van benne, 9 nyilast ígértünk fél 12-kor cross-tól. 12 lett, maradhat. Így van. De ha még megpörgetik, akkor beleférhet. Még 30 van. Nálam még 30 van. Várj, visszaállítom a telefonon, várj. 100-as. Tizenkét éves lett egyébként a kisfia a mai napon crossnak. Hát ezt forgathatjuk, ezt az órát jobbra-balra. Komolytalan az egész. Á. 100-as. Nem is érdemel győzelmet. 112-es átlagom van egyébként. Espinel sem rossz, de hát mondjuk ez még persze kicsi keresztmetszet, az negyedik legben vagyunk. Viszont messze a legjobb hangulatú mérkőzés. Abszolút. Este. Most már érzik a nézők is, hogy most kell kiadni magukból mindent. Minden dalolási kényszert most kell kiadni magukból. Eszméletlen jól dobkosz. Nagyon jó, igen. És ugye azok a nyilak is, amik nincsenek a tripla húszban, végzelenül közel vannak, tehát egy lehellet választja el. 114-en pörög egyelőre cross. Kellett volna utána a 18-as, utána a 260-as. Érdekes egyébként cross, mert azok után, hogy még ugye Új-Zélandon és Ausztráliában is nyerni tudott, az őszi versenyekén még mindig nagyon keveset beszéltünk róla, mint esélyes. És azért az ő játéka sem olyan rossz. Ez az éve sokkal jobb, mint a tavalyi volt játékszínvonalban. 116-os átlagom. Jó, hát igen. Nagyon, nagyon durva, és nála van vagy 3 üveg víz az asztalon, persze. Egyébként az milyen durva lenne, hogyha megnyerni a világbajnokságot, és megint egy olyan jelenséget látnánk a VB-n, ami nem szokványos, hogy valaki nyer egy VB-t, aztán visszaesik, visszajön és megint megnyeri a világbajnokságot, talán ilyen még nem is volt. Hát ez egy nagy eredmény lenne. Nagyon komoly realitása egyébként. Egyébként erre talán, hát nem mondanám. Hát van realitása, még talán Fangerben lehetne ilyen, mert azért ő is régebben nyert már VB-t. Most mennyi maradt ki? Három év maradt ki, ugye, amikor nem nyert? Két Wright, egy Price. Hát meg ugye a Smith most. Ja, bocsánat, még igen, tehát 4 maradt ki, igen. Igen. Dupla 10. Dupla 5. Bedobja. Az első breakleg a mérkőzésen, cross egyelőre biztos szárnyal. Biztos, hogy előnnyel megy már pihenőre, de mekkorával? 4-1-jel vagy 3-2-vel?
nagyon egyben van, és amikor panaszkodik, akkor az ilyen dobások miatt panaszkodik. Hogy igen, lecsúszott neki, hogyha nem, ő is úgy érezte, hogy a triplába lesz, de szembesülnie kell vele, hogy nem. Volt már szektorhibája Crossnak? Hát azt úgy nem tudom most neked így visszanézni, de... Csak hogy így elsőre beugrik-e, mert nem vagyok benne, vagy ha volt, akkor nem sok, az biztos. Tessék. Eddig egy 14, egy 12 és egy 15 nyilas. Közben kijavított. Nem volt. Közben kijavított. De volt egy 8, ja, de az kerekítő volt a 81, ott hogy dobta a 81-et, amikor 40-re rakta le magát? 121, hát dobott ott, egy. Ott 20-as. Volt egy szektorhibája, egy 20, ott 81. De nem emlékszem, hogy az utolsó nyila volt egyes, és azt kerekítőnek dobta. Na mindegy, a lényeg az, hogy addig biztos nem volt. 85. Nem, kettessel kezdett, kettes, 19-es, és úgy. De búra kezdett szerintem, igen, ott, igen, és igen, az, igen, azt igen, rontott igen, el, igen, most jut eszembe, igen. Közben Czako Norbert megnyugtatott, mert azt mondta, hogy úgy köszöntünk be, hogy 23-30 körül lesz, tehát 30 körül. Hát végül is a, igen, 50 is 30 körül van. Ez nagyon úgy néz ki, hogy 4-1 lesz. 132 ponton marad Espinel. Remek állapotban van Rob Cross. A játéka legalábbis. 96. Egyéb állapotáról nincs. Hát azt nem tudom, hogy biztos jól érzi magát. Dupla 18. Találcsüllyed, 116-os kiszállóval zárja az első etapot. Gyakorlatilag hiba nélkül Rob Cross. Ez persze még nem jelenti azt egyenesen, hogy simán be fogja darálni Nathan Espinelt. Az viszont biztos, hogy Espineltől ennél több kell, és lehet, hogy még az sem lesz önmagában elég. 4-1 Crossnak, szünet. Azt az időszakát idézi, amikor a csúcson volt Rob Cross. Szépen visszaépítette magát, volt egy kis visszaesése a VB címe után, egy kis hullámvölgy, de azért ezt tegyük hozzá, hogy ott van a világranglista elején folyamatosan, tehát azért óriási nagy visszaesése nem volt. Még azok után sem, hogy ugye nem tudta megvédeni a világbajnoki címét, ettől függetlenül folyamatosan ott van elől. Úgyhogy vele is számolni kell, abszolút most... Szerintem attól teljesen független, hogy most mi történik, esetleg most visszazuhan és Espinel megfordítja a meccset, én akkor is Rob Crossra azt mondom, hogy vele most is a következő Major Tournament Players Championship Finals-ben is mindenképpen számolni kell, és a VB-n is ő az a kategória, de hát egy top játékos nem is szabad leírni egy pillanatig sem. És ugye arról se feledkezzünk meg, hogy közvetítjük természetesen a Players Championship Finals-t. Így van. A világbajnokság előtt az utolsó PDC Major tornánk lesz, és majd 24-én pénteken, tehát jövő pénteken délután fogunk kezdeni, délután 2-kor. 180! Ígéretes kezdés Espineltől. És akkor úgy fog kinézni a dolog, hogy csütörtök délután, csütörtök este, péntek délután, na, 140. Hogy rosszul mondtam, bocsánat, péntek igen, bocsánat, péntek délután, péntek este, szombat délután, szombat este, vasárnap délután, vasárnap este, tehát nem csütörtökön kezdünk, pénteken. Így van, 6 session. És egyébként pénteken, az azon a pénteken, amikor elkezdjük, hogy a már mondott MVM partneres darts kupát, ami bizony egy komoly pénzdíjazású verseny lesz majd, de először a selejtezőn kell jól teljesíteni és bejutni a döntőbe, a legjobb 4 jut be minden helyszínre. 24-én kezdünk majd ugye Debrecenben, aztán vasárnap Budapest 26-án, tehát majd szépen kitaláljuk medivel, hogy ki hol lesz, mert egyikünk a tévében, másik a versenyen, az biztos. És aztán a rákövetkező hétvégén lesz a következő két selejtező, majd elsőjén Szombathelyen, másodikán Budapesten, és a döntő 29-én, december 29. Dupla 8, nem tud kiszállni Espinel, 12. Egyébként közben a decemberben a VB előtti hétre tervezünk egy
közönség találkozót is, ennek a részletei még kidolgozás alatt, de ez Budapesten majd mindenképpen, és ott lehet majd egy kicsit a VB előtt találkozni mindannyiunkkal. Egyébként a kérdést hamarabb is feltettem volna a Facebookon, csak várjuk meg ezt a kiszállót, meg is. Így kettő. Bár már késő van, és valószínűleg kevesebben vannak itt velünk, mint mondjuk 3 órával ezelőtt, de hogyha megszerveződik ez a közönség találkozó a világbajnokság előtt néhány nappal itt Budapesten, ahol lehet velünk beszélgetni, játszani, fogyasztani, enni, inni, minden egyéb más egy jó hangulatú este keretein belül, akkor mekkora az érdeklődés? Most csak itt a Facebookon egy gyors körkérdés. Hát, ha még itt vannak velünk, de lehet, hogy ezt majd holnap is feltesszük ezt a kérdést, hogy ki mennyire nyitott rá. Ilyen még nem nagyon történt. Hát, ha. Vas Lackó kérdező Justin Pipe-ról tudtok valami? Cseres Bedinek köszönjük szépen a választ. Lassan dob. Igen. Nincs túrkártyája. Nem nagyon játszik ezáltal. Challenge Touron azt hiszem játszott egyébként. Ugye ránézek a ranglistájára. A móduson biztos, mint hogyha láttam volna a nevét. De nem, ráadásul a Challenge Touron nem is játszott. 140. 81 pontra lejön hátsó pályáról Espinel. Úgy tűnik, hogy neki a szünet jót tett, és tudta egy picit rendezni Igen, a dolgokat. Igen, a sorokat, még Rossznál most egy pici visszaesés. Van honnan visszaesni. Van. 140. Illetve hát ő neki nem... Visszaesett 108-ra? Nem esett annyira vissza, teszem hozzá, mert most nyilván ez a 240 azért fölhúzta, de Espinel nagyon beerősített. Viszont nem tud kiszállni 81-ről. És már ő is 105 fölötti átlagon van. Nagyon rákészül erre a 76-ra, nem véletlen persze, dupla 8. Igen, mert ez nagyon nem mindegy, hogy rájön a nyakára a Espinel, vagy tudja tartani a különbséget, és megoldja. Remek két nyíl volt. 14 nyilas leg érkezett, még nem dobott ki az 5 körből Cross. Igaz, Espinel sem. Mert 13 és 15 nyilas a két leg nála, Crossnál 15 a legjobb, és a legrosszabb, és 12 nyíl a legjobb leg. Közben megint jött egy kérés Kukoredinától, hogy 1.180-at hagyjunk meg Russ Bray-nek, megtesszük. Abszolút. Következővel, ha nem felejtjük el, meg ha lesz. Meg ha dobnak egyáltalán. Beleírta a közönség találkozóra, hogy bármikor a vendégetek lennék egy krémesre személyesen. Nagy vonalú ajánlat. Igen. Hasonlókra számítottál? Egyébként. Benne a jobb alsóban. Na lehet, hogy akkor ezt most meghagyjuk. 140, nem hagyjuk meg. Akkor majd ezt meghagyjuk. De remélem, Edina nem most ment ki a szobából. Többet nem hagyunk meg. 144 ponton Cross. Most olyan csöndben voltam, mint amikor nem működött a mikrofonom. Két napja. Legalábbis nem ment adásba. De biztos jókat mondtál. Én nagyon jókat egyébként. Olyan sok és érdekes információt, hogy nem voltam hajlandó megismételni, mert tényleg sokat beszéltem. Úgyhogy kiderült, hogy semmi nem hallatszódott belőle. Megint eltalálja a dupla 18. Ha. Milyen fejem van? De Remszági egyetemben az volt Espinel fejem. Figyelme, így játszom, nem vagyok 81-en. Nehogy már kiszállja 144-ről. Most neki kell koncentrálnia. Tizenkettes. És a bull.
elvágult. 5-3. Lefejelte a képzeletbeli ellenségét Nathan Espinel, remélem komolyabb, hogy nem lett sem az ellenfelének, sem a nyakának. Igen. A meccs szempontjából azért azt hiszem nem baj, hogy ezt Espinel megnyerte. Az biztos. Nem nagyon viselte meg Cross-t, úgy tűnik. Nem nagyon egyébként, és 103-as átlagon van Espinel, 50%-os duplával. 111-es első 9 nyíl. Rob Crossnál ugyanez a mutató, 56%-os duplázás, 112-64-es első 9 nyíl, 110,42-es körátlag. Úgyhogy most már 9. leget játsszák. Talabér Gábor írja, az jó ötlet, hogy a közönség találkozik, de azért ti is ott lesztek? Legyen ott a közönség. Az lesz benne az igazi csavar, hogy mi nem leszünk ott, mi? De hogy nem, hát ez a lényege. Csúnyán visszaesett, Cross, nézd. Igen, 110-es átlagon van, összátlag. Most is oda néz. És jön egy 171, nem egy 112-re az átlaga. Tiha. Hát az csak az extra volt, hogy megpróbálta Espinel kezdését elvenni, de a sajátját azt most megint nagyon megnyomja. 11 nyilas lehet a játék, hogyha eltalálja a triplát, már pedig eltalálja, dupla 20. 11. nyíl. 12. igen, az nagyon lejtve. Hoppá, hoppá. Viszont kellene a 170. Amilyen maga, itt egy cross szurkoló, amilyen maga biztos volt a kerekítő, olyan rosszak voltak a duplára eldobott nyilai. Espinel is tudja, hogy ezt most valahogy bármilyenről meg kellene csinálni. Az első lépés megvan, a második nincs. Tripla 19. Ilyenkor van olyan érzése az embernek, hogy igen, akár ki is dobhatná az ablakon a nyilat, mert... De hát azért még nem szállt ki Rob Cross, tehát ezt ne felejtsük el. Majd most, ad 3. Elég nagy a presztízs közöttük. Mindjárt nézem is, hogy... Hát azért mondjuk világranglistán jócskán Cross előtt van Espinel, és nem a helyezés alapján, hanem az összegekben. 652.500 fonton áll Espinel most, és 471.250 fonton áll Rob Cross. 6. illetve a 9. helyen vannak ők, tehát a top 10-ben mind a ketten. Krumesz Dávid kérdezi, hogy miért a nem adobó kézzel húzzák ki a nyilakat a játékosok a táblából. Ez egy ilyen, nem tudom, ez egy ilyen reflexszerű dolog, tehát nem feltétlenül teljesen tudatos ez, hogy azért, de egyébként teszem hozzá, hogy... Nem szúrjuk meg. Amióta ilyen, igen, amióta ilyen, hát ugye mindig abba tartja az ember, amíg nem dob, akkor is abban a kézben van a nyíl, tehát értelemszerűen azzal húzza ki a táblából általában. De ilyenkor például mind a... Nem, valamikor, valaki mind a két kezével húzza ilyenkor, amikor szanaszét mennek a nyilak, és akkor beteszi a nem dobó kézbe. De egyébként, amióta ez a pengedrótozású táblák ugye elterjedtek, azért tudám az új a kézen vágást, vagy valamilyen sérülést okozni, főleg ha valaki megdobja ezt a drótozást, most ez persze ne ezekre a meccsekre gondoljon senki, ahol minden meccsen kicserélik a táblát, hanem mondjuk olyan versenyeken, ahol azért stabilan fönt van a tábla sokáig, na közben jöhet egy 140. Szóval ott megsérül a drótozás, az ember oda nyúl a kézzel, azért meg lehet ám vágni az ujját. Úgyhogy azért ez is egy cél, hogy a dobókéz ne sérüljön. Oh, nem találja el a 20-as szektort sem. 105. Bocsánat, 103. Nem jól mondtam a 155-55 a maradék. És akkor 116-ról Cross. Hát ha ez bedobja, akkor ez egy hatalmas lépés lenne a győzelem felé. Pont úgy készül rá, mint
Espinel tette a 81-e. És megint ugyanazt a fejet vágja hátul Espinel. Igen. És a dupla 18. Nem dobja be viszont, úgyhogy Espinelnek erre a lehetőségre most le kell csapnia. Most se jött a 36, pedig az előbb is Gyász hiányzott neki. A 15 jó, dupla 20. Az is jó. 6-4, ettől függetlenül az első két sessiont Rock Cross nyeri 3-2-re és szintén 3-2-re. A mai este utolsó szünete következik 6-4-es cross vezetésnél. Magyarország első számú activity játékos, a hobbi matematikusról van szó. Hogyha mindketten a top 10-ben vannak és cross a 9-dik, miért nincs a neve mellett zárójelben a kis 9-es? Hát azért, mert 8 kiemelt van ezen a versenyen és a kiemeltek vannak is. Ugye ahány csoportba osztották be, 8 csoportba osztották be a játékosokat, annyi kiemelt volt ez a tornán. Szép dobáltak minden kiemeltet minden csoportba, hogy ne legyenek egy csoportban a kiemeltek. Igen, de egyébként ugye mivel itt tornagyőzteseknek a versenyéről van szó, ezért akár lehetett volna, úgy is alakulhatott volna a helyzet, hogy a 9. is kap kiemelést, de itt Pekhére, mármint Cross Pekhére, ez egészen máshogy volt. Hamarosan kialakul a legjobb 8 mezőnye. Gyorsan Lajos, 2 nevet mondj kérlek. Az egyik kit szeretnél, hogy kinyerjen, a másik szerint ki fogja megnyerni a versenyt. Ugye mind a kettő a torna győzelemre vonatkozik. Ez igazából ez az szeretném, és szerintem ki fogja, ez holnap el is fog dőlni, mert én azt mondom, hogy szeretném, ha Gary Anderson nyerni, és Luke Humphries fogja megnyerni. Felírtuk. Tippelésben úgyis. Eddig mindig nagyon jó voltam, igen. Jó, azért most arra az egy pontra ne verjétek a melleteket a Medivel. Medinek 2-vel lett több. Jó, igen. Meg neki még a legjobb 16 között ott volt a végső tipp. Ó, de a végső győztesnél ez tök mindegy, hogy 16 vagy 8 vagy 4 között esik is, sőt, még az is mindegy, hogy a döntőben. Szegény Humphries, ugyanúgy tudná, hogy őt tippeled most. Biztos álmatlanul forgolódik ott a szállodai szobában, hogy ha most valaki megmondja neki, hogy figyelj, az srác, aki sose találja el, hogy ki nyer, az téged jósolt meg. Szerintem Bunty most behúzza. Én valahogy azt érzem. De azt szeretném, hogy Heta nyerjem. Bár nem kérdezted, gondoltam. Érdekel. Hát te tetted fel a kérdést. Tehát... Azért, hogy visszakérdez. Hogy ja, bocs, ne arra, hogy nem vagyok képzett riporter, úgyhogy... Százas. Nem dobtam vissza a labdát. 210 ponton cross. Nem jön két tripla lent. Az gyönyörű korrigálás volt a tripla 5 után. Közben Bácsi Laci egy picit szemtelen Huszár Gabriellával. Amikor elkezdődött az adásunk, akkor Huszár Gabriella írta a következő kommentet. Közben egy 120-as Espineltől. Azt írta, hogy a nagy kedvenceim kiestek, így csak hobbiból tippelek. Mindjárt elmondom, hogy Huszár Gabriella mit írt az este elején. Dupla 6. Dupla 6. Aztán lehet, hogy neked van egy kamu profilot Huszár Gabriella névvel. Benne van 7-4, szóval nagy kedvenceim kiestek, itt csak hobbiból tippelek. Gilding, Noppert, Fangerven, Espinel. Legyenek izgalmas meccsek, legyenek nagy kiszállók, és Zoli közvetíthessen egy 9 szilast. Nem állunk jól, kedves Gabriella, azt kell mondanom, semmi. Nem állunk jól. Ja, bocsánat, igen, nem állunk. És nagyon kedvesen 3 órával később oda kommentelt Bácsi László, hogy eddig egyik se jött az első 3-ból. Hát vannak ilyenek, akik... Van ilyen, igen. Vannak ilyen napok. Sőt, most már új nap van, de csak itthon ott még nincs. Hát elnézve egyébként, amit Bunce eddig csinált ezen a tornán, azért Gildingre tenni... az merész vállalás volt. Ettől függetlenül Gilding megverhette volna, mert van jó játékos, tehát nem erről van szó, de azért most nagyon, nagyon benne volt a bugi Vance kezében ezen a tornán, úgyhogy...
még Bunting győzelmes sem mondanám, hogy meglepetés, ott nálam az volt meglepetés, hogy Noppert milyen rosszul játszott. 161 ponton van Espinel, kiszállón várakozik, de Cross is meg fog érkezni, sőt. 180! Ugye holnap már kevesebb, illetve ma este 8-tól már kevesebb mérkőzést közvetítünk, kettőt. Ó, az mellé ment. Hiszen két negyed döntő lesz majd. 86-ja van, még egy tripla 18 kéne neki, igen. Azok viszont 16 nyertik. Igen, az komoly lesz. Szombat este jön a másik két negyed döntő mérkőzés, vasárnap délután elődöntők, vasárnap este 8-kor finálé. Dupla-dupla. Körbenéz, hogy hol mi a helyzet. Inkább ráment volna 48-32-re. Kicsit ezt most mintha túlbonyolította volna Cross. Hogy? Kicsit mintha túlbonyolította volna Cross. Hát nem ő a 32-t jobban szereti, mint a 40-et, de hát azért ez elég rizikós triplára rádobni két nyillal 80-nál. Nem sokkal tartogat. Jobb egy helyre dobni szerintem, de hát mindegy, ez Crossnak a dolga. Ő dob éppen 108-as átlagot, úgyhogy egy szavam nincs, de ráadásul most ez kötelező volt, Espinel valami belement a szemébe, ami nem könnyíti meg egyébként a helyzetét. Egyébként majd ma este, tehát este 8-kor James Wade-del és Josh Rock-kal kezdünk, utána a Humphries-Anderson meccs. 54-es kezdés Cross-tól, hogyha valamit, na, nem jó. Valami belement a szemébe, és az ilyenkor nem túlzottan kellemes. Még mindig jobb, mint hogyha egy traktor ment volna bele. De jól dobja el az elsőt. Hát egész, ne szeretném, hogy belepüljön az enyémbe. Mondja már meg, hogy mi ment a szemébe. 180! Tényleg mondja már meg, hogy mi az. Lehet, hogy csak ballal kell, bal szemmel kell célozni. Hatalmas 9 színas lenne. Fél vakon? Jumurjack 9 színas. Na, kinyitotta a másikat is egyből. Egyből nem jó. Azért 134 sem feltétlenül. Mondjuk egyébként Sörl úgy dobta, hogy tudott, hogy ő nagyon igen. Rosszul lát az egyik szemét. Gyakorlatilag vak rá az egyik szemére, úgyhogy ebben nem múlta volna föl. 180! Úgy 167-re, tehát ő is egy kiszállóra le tudja tenni magát, még Espinel még azért, de előnyben van Espinel, egy kisebb lehet a kiszállója, 57-tel megy 130-ig. És picit visszanyerheti az előnyét Cross, hogyha nagyot kerekít. De nem igazán sikerül. Na most erre azért lejön. 130, Babyfish. Mindig ott jó helyen van az, de nem tudja bedobni a tripla 20-ba. Bull. Az megvan, 40 marad. Tripla 18, dupla 8. Megvan a tripla 18 és a 16. Bedobja Cross! Milyen szépen dobálja be az igazán fontos duplákat. Mindig káprázatos átlagon egyébként mind a ketten, de Crossé még mindig 107. 180! 68. 47%-os kiszállózás. Espinel meg kiszállóval próbálja ellensúlyozni ezt, mert 62,5%-a van. 8-ból 5. Mondjuk most a tömegbe is belehúzott. Érdemes lenne egy 9 színas dobni, de most már mindegy. Érdemes. Ez 40. Van! 109-es átlagon Cross. Ötödiket dobja Cross a meccsen, három van Espinelnek.
A második legmagasabb vesztes átlag lehet ez egyébként az idei Grand Slam of Dartson, mármint Espinelli. 103-54-jel kapott ki Gerben Price. Az most csak 60 viszont, de hát hátsó pályáról szinte azt csinál, amit szeretnek rossz, hogyha előről bedobálja, már pedig eddig bedobálta. Ó, szép kiszálló, mert bevállalta azt a tripla tizet. Espinel. Ugye ezzel feladva vannak a lehetőségét, hogy a triplát nem talál, burra dobhasson. És Cross első pályáról meg átváltozik állattá. 180! Itt van, figyelj, most jön. Mennyi az idő? Sehogy nem 0 óra 6 perc. Jó az, hogy ne lenne, bármikor jó. Még Espineltől is jó. Sőt, így van. 140. Na, Robi. Azaz. Negyedik a helyén. Az ötödik az nincs a helyén. Jó, hát ma már ennél voltunk közelebb. Igen, Bantingnál. Abszolút. 57, és ez a baj, hogy nem tud egymás után kettőleget úgy lejátszani Espinel, hogy meg tudja nyerni. Hiába kiszállózik 67%-a 9-ből 6, ami fantasztikus. Igen, meg ugye az a baj, hogy Cross kezdte a meccset, és van egy break legje is, tehát abszolút vissza kéne brékelnie. Hát kettő. Espinelnek kettő, de ahhoz, hogy nyerjen, igen. Így nehéz. 96. Jó, második üveg is kivégezve. Mondjuk három van ott. Meg még szerintem lent egy. Az asztal lábánál. marad? Igen. Igen. 208 pont. Ez megint egy lehetőség most Espinel előtt. De rosszul kezd. Nem fog tudni lejönni kiszállóra, nem dob triplát. A triplát kell dobnia mindenképpen, igen. Nincs meg. 6 nyila van 127-re Crossnak ahhoz, hogy 9-6-ra vezessen. Bull. Nem fog rádobni. Nem. 18-as. 18, igen. 32 marad. Ilyenkor ezt nem kockáztatják meg. Nincs kiszállni az ellenfél. 3 nyilla tutira oda lehet állni. Felesleges kerekítő nyilakra pazarolni, ha véletlenül nem találja az 50-et. Az utolsó nyillal akkor még kerekíteni is kell. Így viszont egy-egybe oda állhat és első. 96-ra vezet. Közben Talabér Gábor írja, hogy emlékeztetne engem, hogy kb. Egy évvel ezelőtt ő volt az, aki megfejtette nekem, hogy William O'Connor kire hasonlít, és akkor azt mondtam, hogy amit eszik, iszik. Mindjárt befejezem. 180! Egy ilyen egyszerű kérdés, hogy kire hasonlít, amit eszik, akkor azt mondtad, amit eszek, iszok, mindent fizetsz, a közönség találkozóra piszokéhesen fogok menni, remélem nem úgy jövök haza. A nagyobb problémám az, hogy elfelejtettem, kire hasonlít. És most elkezdett megint idegesíteni a dolog az elmúlt két percben, úgyhogy megköszönném még egyszer. Meg egy 9 színast is meg tudnék köszönni. 4. 5. 180! Na! 141 pontja van Nathan Espinelnek. Itt ma már tartottunk. Na szóval, kire hasonlít William O'Connor? Espinel 16 ponton, Cross 400-on. Ezt elengedte Cross nyilván. Tíz nyilas szeleget dob Espinel, és most fordul rá arra legre Cross, amit
neki be kell húzni a győzelemhez előről. Egymás után négyet kellene megnyerni Espinelnek, egy van meg ebből a négyből. Ez remek kezdés Cross-tól. Espineltől is eddig. Igen. Te már. Ugyanúgy 140. 105,01-es átlagon Cross, és 103,49 Espinel. 70% a duplája Espinelnak, 10-ből 7. A fiatal Ben Affleck, igen, köszönöm. Ah, oké. Okay. 100-as. Utol fogja érni átlagban Espinel. 180! Most már övé a magasabb! Nagypapája, aki az igazi mentora. Méltó befejezése ez a meccs a mai napnak, és hát ki tudja, mi lesz a vége. 100-as, Cross. Espinel kerülhet előnyösebb helyzetbe. Megvan a 134, 47 a maradék, 161 a meccsért. Fú, de elszánt lett ez, mivel igen, most már elkapta a fonalat. És nem, nem lesz kiszállója Crossnak. 83 marad. Igen, 86-ra dobott rá Búra. Ott a 15-ös, 32-ő. 11. nyíl nem jött, 12. nyíl. Ó, de nagyon eldobta. Mit épített föl Espinel, és lehet, hogy mit sem ér. Ha most Cross megoldja a 83-at, érzi, hogy ez nagyon nagy hiba volt. Két nyila volt rá. És ezt a koncentrációt most el is engedte ezzel a reakcióval Espinel. Nem biztos az még. Meccs nyíl. Az a kérdés, hogy Cross kiszáll-e. Szerintem ki. Bullal? Mással nem tud. Uff, dehogy száll. Nagyon nem. Nagyon nem. Na Espinel, akkor most lehet visszaszellemülni. Most Cross haigálja a nyilat hátul. Mert hogy Espinel közelebb jön. 9-8. Na. Ő kezd. Na most ezt nagyon gyorsan helyre kell tennie Crossnak. Van rá fél perce. Óha. Ez nagyon komoly. Ajaj, rosszul kezd Espinel. Amire most igazán nagy hangsúlyt eddig nem kellett fektetnie Crossnak, most van lehetősége, hogy elvigye a hátsó pályáról. 180! De jó ég. Micsoda kezdés. Most hova dobja ez szegény Espinel most? Hát ez csak 55. Figyelj, most. 96 pontot dob 6 nyílból. Majdnem bejött a fél egy, figyelj. Fél egy körül. Nem hiszek a 9 nyilasokban. Hát azért nem jön. Még az ajtó végig zárva volt, hisz, igaz. Az jó, de hát... Ez csak Lacinak működik. Nem jön tripla. Utolsó nyíla, 9. nyíla fog triplát, miközben Cross már egy 180-nal beindított, és itt a következő tripla. Nem kegyelmez Cross, nem kegyelmez. 145. 12 nyilas lehet ebből a legből. A 132. Nincs kiszállója. 6 nyíla van 116-ra Crossnak hátsó pályáról. Nincsen meccs nyíl. Szóval nem jön a újabb tripla. Legalábbis. 56 marad. Nincs más választása Espinelnek, mint mondjuk dobni egy 133-at, és levárni, hogy Cross esetleg újra hibázik duplára. Jó ötletnek tűnik. Köszönöm szépen. Tripla 18. Az gyönyörű, 40 marad. Ott van a 133, klasszikus. Ennyi, hát. Na de még túl kell élni kettő meccsnyilat. Egyet már túlélt. Espinel. 20-as, dupla 18. Ó, a közönség, ajaj.
és nagyon Espinal oldalára álltak. Ő meg a tanárbácsi a felelet közben hátul járkál, aki hallgatja a felelőt. Most nem tud csinálni. Hanyasra vizsgázik Cross. Ötösre, 10-8-ra nyer, fantasztikus mérkőzés, egy óriási játékkal Rob Cross. Úgyhogy egy újabb kiemelt búcsúzik. A 200 fölött, mindjárt megvárom, hogy Medi beüsse még a kiszállót. 103-44 Espinal átlaga, 61,5-ös kiszálló, 13-ból 8, és 104-es átlagon fejezte be Cross, pontosan 50%-os duplázással. Nagyon extra meccs volt. Kettő világbajnok van tehát a legjobb 8 között, az már biztos, hogy új bajnokunk lesz. Este 8 után jövünk Wade-del és Rockkal, majd Luke Humphries-zel és Gary Andersonnal, úgyhogy folytatjuk majd a negyed döntőkkel. Én Vereckei Lajosnak a mai közreműködést nagyon szépen köszönöm, önöknek a figyelmet, minden jót, viszontlátásra! Jó éjszakát!